Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és nagyon hálás vagyok minden feliratkozónak, mindenkinek, aki kommentel, örülök, hogyha vitatkoznak, ha fel tudom kelteni egy kicsit az érdeklődésüket egy videóval. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki megosztja a tartalmaimat, és el kell, hogy mondjam, február 24-én fog sor kerülni az első Deep Stage klubra, itt Kecskeméten, a Három Gúner rendezvényközpontban, és az első vendégünk Vukics Ferenc lesz, akit már az Ultrahangról nagyon jól ismernek, és akit én is nagyon tisztelek. Nagyon szeretem az elemzéseit, mert tényszerű, alátámasztott és abszolút kompetens az ukrán háború témájában. Legalábbis ezt a munkásságát ismerem én elsősorban. És elfogadta a meghívásunkat február 24-én 6 órára. Lehet regisztrálni itt a videó alatt, van egy link, ahol be lehet erre a rendezvényre jelentkezni, és azért kérem, hogy regisztráljanak, mert a terembefogadó képessége az limitált, ezért azok, akik regisztráltak, erőnyben fognak részesülni azokhoz képest, akik nem. Tehát nyilván el lehet jönni úgyis, ha nem regisztrálnak, a belépés díjtalan lesz, de ettől függetlenül, hogyha nem férünk el, akkor azok fognak előnyt élvezni, akik már beregisztráltak előre. Ennyit a közérdekű bejelentésekről, most pedig szeretnék egy kicsit jobban belemenni abba a cikkbe, amit hétfő reggel a Mandiner jelentetett meg, ami arról szólt, hogy a Washington Examiner közé tett egy olyan fekete listát, ami a birtokába jutott arról, a különböző úgynevezett semleges oknyomozó szervezetek, amelyek, mint kiderült, annyira semlegesek, hogy az amerikai külügyminisztérium 330 ezer dollárral azért csak dotálja őket néha-néha. Ezek a független oknyomozó szervezetek, akiknek az a legnagyobb céljuk, hogy megtisztítsák a hamis hírektől a főáramú médiát, meg úgy alapvetően az amerikai médiapiacot. Ezek létrehoztak egy titkos fekete listát azokról akik iszonyatosan rosszul teljesítenek az ő mércéjük szerint ebben a kérdésben, és azok a médiafelületek, akik rajta vannak ezen a fekete listán, azok nem kapnak, vagy korlátozottabban kapnak marketing megkereséseket, ugyanis ezek az oknyomozók azzal a tekintéllyel fellépve, hogy ők egyébként abszolút mindent a közjava érdekében cselekszenek, elküldik ezt a fekete listát a nagy marketinges cégekhez, és aztán hozzáteszik, hogy ha itt hirdetnek, akkor az alapvetően egy jó hír veszélyeztető dolog. Tehát úgy hívják ezt angolul, hogy reputational risk. Lehet, hogy besározódnak közben, hogyha mondjuk például a Washington Examinerben magában hirdetnek, vagy a New York Postban, amit arról ismerhetünk, hogy ott jelent meg először az előző elnökválasztási kampány végén a Hunter Biden laptop ügy, amire aztán mindenki azonnal rohant a főáramban üvöltözve, hogy ez mekkora fake news, de közben kiderült, hogy egyáltalán nem volt hamis, sőt. De hát ugye tudjuk, hogy működik a média, ez nem a rendőrség, hogyha véletlenül rosszat írnak, akkor egy következő kiadásban, vagy valahol a lap alján apró betűvel közzéteszik, hogy jaj, de sajnáljuk, de egyébként a kár az már ugye megtörtént és hát mivel már Joe Biden az elnök, ezért most már nyugodt szívvel bevallhatjuk, hogy az egész teljesen hamis volt. Ezek, akik úgymond ebben részt vesznek, ezek most már fekete listát csinálnak az ellenoldalról, és figyelmeztetik a nagy cégeket, hogy véletlenül se hirdessenek ezeknek az oldalain, vagy ne vegyenek hirdetési felületet, és így tovább. Ugye a New York Postot mondtam, rajta van még a Daily Wire, meg a The Blaze például. Ezek alapvetően olyan konzervatív felületek, ahol az ember egyébként hallhat olyan hangokat is, amelyek nem egy az egyben lelkendezve ünneplik például a transzneműséggel kapcsolatos törvényeket, meg nem habzószájjal elítélik az új abortusz ügyet például, tehát az, hogy a legfelsőbb bíróság végül hatájon kívül helyezte a saját állásfoglalását 1973-ból a Ró kontra védügyben. Ugye a Daily wire szeretjük mi is, nagyon sokszor hallgatjuk, és valószínűleg egyébként, amit én a saját tapasztalataimból leszűrve gyanítok, hogy azért csinálják ezt, hogyha az ember hallgatja például Ben Sapirót, vagy akármelyik barátját, akik részt vesznek még a déli mindenki körülbelül negyed óránként elmond egy olyan reklámszöveget, amiről ugye egyértelműen látszik, hogy ez nem egy ilyen bevágott reklám, hanem ők direktben leszerződnek azokkal, akik reklámoznak. Ilyen be kell mondani, hogy mit tudom én, kiskutya a vonal Ben, és akkor ez a kuponkód, amivel kapunk 10% kedvezményt, és akkor tudják, hogy az ember a Daily wire látta a hirdetést. Szóval mindenkinek jó, de ezek a trükközések azért vannak, mert 100% hogy ahogy például a múltkor mondtam a The Dive-val kapcsolatosan, amit ugyancsak nagyon kedvelünk, a teljesen megszüntette a YouTube-a monetizációs szolgáltatás, tehát hiába van neki több millió feliratkozója, meg hiába nézik meg 800 ezeren a felvételeit, olyan tartalmakat tesz közzé, ami a YouTube-nak az úgynevezett etikai kódexével már nem fér össze. És ugye ez az etikai kódex, hogyha valaki elolvassa, ez ilyen nesze semmi fog meg jól, kb. annyi van benne, hogy amit mond az ember, ha valakinek nem tetszik és feljelenti, akkor simán megállja a helyét, hogy úszít meg gyűlölködik, mint ahogy én állandóan úszítok és gyűlölködök Joe Biden ellen mert ugye az én videóimat is, ami ebben a témában kijött, azt ugye korlátozzák. Az egyik legsigeresebb videóm, amit a YouTube-ról, meg a, az Instagramról tettem közzé még a legelején a csatornának, és az is egy fillér hasznom nincsen belőle, ami egyébként egyáltalán nem probléma, de ezeknél az óriás csatornáknál, ahol már van óriási mennyiségű követőtábor, itt azért jelentős összegektől esnek el. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy valami 7-800 ezer megtekintést vonz, az óriási pénz egy hirdetőnek, viszont a YouTube a saját értékrendje miatt alapvetően nem hajlandó ezekben a dolgokban engedni és nem hajlandó ezeket elfogadni. Tehát ugye egyértelműen látszik, hogy a YouTube-nak, és a Facebook-nak is, meg az egész metaverzumnak, meg ugye ezeknek a főáramú média felületeknek, Washington Post, CNN, akár ezeknek teljes egészében szélső baloldali irányultságuk van, mert ugye a legteljesebb mértékben tolják azt, hogy jöjjön mindenki, a bevándorlók jöhetnek, adjunk nekik mindent, amit, amit csak akarnak, meg legyen abortusz joga a nőknek, mert az ugye a saját testük, a transzneműek azok akármit csinálhassanak, és aki ez ellen felmeri emelni a hangját, az náci, meg meg szélsőséges, meg fób, meg minden. Pedig közben a fóbia az félelmet jelent, és nem, el kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem félünk ezektől az emberektől, tehát a fóbia önmagában egy rossz kifejezés. De ettől függetlenül ugye meg van bélyegezve az ember, hogyha ki mer mondani egy ellenkező véleményt. És ugye, hogyha megnézzük ezt a fajta fekete listát, meg azt, hogy kik vesznek részt ennek a kezelésében, meg hogy az amerikai külügyminisztérium pénzeli őket, akkor össze kell, hogy álljon a számunkra, hogy van egy olyan hatalmi berendezkedés az Egyesült Államokban, ami nem tűr ellentmondást. És ugye az, ha nem tűr ellentmondást valami, az nem más, mint egy diktatúrának a kialakulása, már pedig most úgy tűnik, hogy azon dolgozik az egész demokrata párt, meg a demokrata oldal, kivéve természetesen a jó képviselőket, de az a fajta pénzközpont lényegében a globalizációt próbálja elősegíteni, amikor ugye mindenki a nagy közös jólét érdekében dolgozik egy bizonyos szűk, limitált elit érdekében, egy elitnek. Tehát ez a globalizációs elit, el kell, hogy mondjam, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nem republikánus és nem konzervatív keresztény értékrendeket valló társaság, hanem inkább hajaznak a baloldal felé, tehát ugye a kommunista idea az, hogy minden legyen közös, de azon uralkodik egy pár kiváltságos, és akkor az összes hasznot lényegében ők elteszik maguknak, a többiek megkapnak mindent, amire szükségük van, de de közben nem nyilváníthatnak véleményt, és mindenki azért az egy célért dolgozik, amit a tervben megszaptunk a számukra, tehát ez teljesen abszolút kísértetésen jelentkezik a kommunizmusban is, amit ugye itt mi megértünk hosszú éveken, évtizedeken keresztül, azt kell, hogy mondjam, hogy az egész hatalmi elit az Egyesült Államokban ebbe a szélső baloldali irányba kezd el nagyon-nagyon erősen elmenni. És mivel nagyon jól lehet keresni ezekből a globalizációs célokból, lásd Ukrán háború például, ahol óriási mennyiségű fegyvert lehet eladni. Meg majd, amikor talán már lesz vége valahol, akkor újra lehet majd építeni mindent, és akkor abból is lehet majd rengeteget profitálni, mert ugye ott valakik majd eladnak anyagot, meg majd valakik dolgoznak, és így tovább. Tehát azért van ebben egy csomó óriási lehetőség, és akkor biztosra kell menni hogy egyébként a jó érzésű, normális amerikai polgár, meg az összes többi ember, aki alapvetően nem megy el szélsőséges irányba semmilyen formában, hanem csak éli az életét, dolgozik, családot alapít, és így tovább, hogy az véletlenül se halljon semmilyen olyan dolgot, ami felhívhatná arra a figyelmét, hogy milyen szinten van megvezetve ezekben a baloldali médiaorgánumokban. És mindenki jó fej, aki demokrata, mindenki abszolút gonosz, és a megtestesült gonosz, aki a másik oldalon áll, és az csak rosszat akar, és csak bántani akarja az amerikai álmot, és ellehetetleníteni az összes többi embert maga körül, meg ugye gyűlölködik. És a szerencsétlen transzneműek, akik egyébként üvöltve szidják a keresztényeket bizonyos felvételeken, amiket ugye lehet látni a még nem betiltott alternatív, konzervatív oldalakon, azok meg mindenkit szeretnek, és ők, ők lényegében csak élni akarnak, és ezt nem tesszük mi a gyűlölködő jobboldaliak lehetővé a számukra. Szóval ez az egész fekete díj, ez viszont alapvetően nem más, mint a diktatúrának az egyik alap tulajdonsága, tehát a lista készítés, meg az, hogy kiválogatjuk azokat, akiket nem szeretnénk helyzetbe hozni, meg akiket el akarunk lehetetleníteni. Az elég erősen benne volt a, a náci Németországnak a működésében is, nagyon erősen benne voltak a Szovjetuniónak a működésében is. Nálunk is az összes diktatúrában voltak listák, mindenki lajstromba volt véve, aki nem volt kívánatos, a kulákok, a zsidók. És az a helyzet, hogy aztán ezt a listára felvett, ezt valamilyen módon atrocitások kezdték érni. És most úgy tűnik, ezek az atrocitások, ezek már a saját aklukban is érvényesülnek, és attól függ minden, hogy valaki hasznára van-e a rendszernek, vagy már nincsen a hasznára a rendszernek. Ugye beszéltem róla, hogy a New York Postban megjelent a előző választási kampány végén a Hunter Biden laptop ügy, és ugye mindenki azt állította, hogy ez egy hihetetlenül guztustalan rágalom, és egyáltalán nem igaz. És aztán persze nyilván kiderült, hogy de mégis igaz, és az, aki például megkapta javításra ezt a laptopot, és akiről mindenki állította, hogy orosz kollaboráns, az nyeri a pereket sorban azzal kapcsolatosan, hogy ugye megrágalmazták meg a jó hírét csorba értelmiatt, pedig ő nem is csinált semmit. Most úgy tűnik, hogy ez a fegyver, ez mégis a demokraták kezében lesz majd alapvetően hatásos, és Hunter Biden nem fogja elkerülni a saját sorsát, csak nem úgy történik ez meg, mint ahogy ezt nekünk a jogszerűség diktálta volna mondjuk akkor, amikor Joe Biden furcsa módon Amerika elnöke lett ennek az információnak az ellenére is amit aztán, amikor megtudták a, az amerikai polgárok már, aki megtudta, ott azért elég jelentősen 60 azt mondta, hogy máshogy szavazott volna, hogyha tudja ezt a dolgot, de közben nem derült ki a számára, mert se a CNN nem beszélt róla, se a többi főáramú média nem hozta ezt semmilyen szinten föl. Később volt már, mire rájöttek, hogy alapvetően ez egy igaz téma. Ráadásul ugye arról is próbáltak beszélni a Trumpék, hogy Hunter Biden ellen adóhivatali nyomozás folyik, és ugye azt tudjuk, hogy az adóhivatal, amikor már nyomoz, az már egy kemény dolog. Tehát az nem egy szimpla ellenőrzés, hogy akkor kimegyek, és akkor mutasd meg a könyveidet, és meglátjuk, hogy betartottad-e az adójogszabályokat, hanem amikor már nyomozás zajlik, és már Előzetesben vannak emberek, és óriási pénzösszegekről van szó, az már kemény dolog. Na most ehhez képest úgy, hogy Hunter Biden és üzletársai ellen ilyen ellenőrzések vagy ilyen nyomozások zajlanak, így mondja az apja, akit mindenki, én már igazából csak sajnálni tudom hogy a legkorrektebb, meg a, meg a legnormálisabb, meg a legokosabb ember a Hunter, akit ismer. Ez azért eléggé durva szegénységi bizonyítvány, hogyha a Hunter a legjobb fej az egész ismerettségi körében. Kíváncsi lennék a többi ismerősére, hogy azok milyenek, de mindegy, félre tesszük a viccet az a helyzet. Ezt megint csak nem lehetett olvasni a főáramú médiában, hanem csak az alternatív oldalakon. És akkor ugye az ember, amikor megszületnek ezekben a, az ítéletek, mert ugye Hunter Bidennek az üzlettársa vádalkut kötött idézőjelben, az amerikai adóhivatallal, és elkezdte ontani az információt a különböző üzelmekről, a kínai állami szervezetekkel, az Ukrajnában meglévő befektetésekkel kapcsolatban, és ugye annyi minden derült ki, hogy még nem zárult le teljes egészében a nyomozás, mert ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ez a nagyon korrekt és nagyon okos ember, akit Hunter Bidennek hívnak, ez az adót se fizette be utána, mert valószínűleg nem foglalkozott volna vele az adóhivatal, hogy külföldön befektetéseket eszközölnek, hogyha kifizeti az adót de ugye ez sem történt meg, tehát nem fizette ki, mert hát miért kéne adót fizetni, hogyha ő neki mindent lehet, akkor vajon miért lenne köteles még jattolni és ebből a pénzből, amit úgy sikerült megszereznie, hogy az apjának az alelnöki pozícióját jól felhasználta a kapcsolatok kiépítéséhez. És ugye most látjuk az FBI-nál ezeket a nyomozásokat, ugye Trumpnál is volt nyomozás, erről is beszéltem egy csomót, Bidennél folyamatosan, szinte mindenhol, ahol megfordult az utóbbi hat évben, mindenhol hagyott valamilyen titkosított dokumentumot, tök véletlenül, amiről persze nem tudott, hogy az titkosított, annak ellenére, hogy rá van nyomtatva a tetejére, meg mindenhol ott hagyta, ahol persze akárki hozzáférhetett. Úgy tűnik, hogy az FBI megint csak, ahogyan már például a 60-as években is a Demokrata Pártnak az egyik legfőbb eszköze volt arra, hogy a Demokrata Pártnak a programját valahogy elősegítse, ez most is elég egyértelműen kinyilvánul, mert ugye az, hogy Trumpot ellehetetlenítjük, és házkutatást tartunk nála, és elmondjuk mindenféle utolsó gazembernek azért, hogy mert egyébként tök mindegy, hogy milliárdos, valószínűleg a indítókódokat is alatta volna az ellenségnek, mert ugye az a legfőbb érdeke neki, hogy az amerikai egyesült államok, ahol az összes befektetése meg az üzlete az van, az álljon atomháborúban Kínával, és azért odaadja nekik az amerikai indítókódokat, tehát még a logika is hiányzik a gyanúsítások mögül. De ettől függetlenül ugye Trumpnál egyértelmű, hogy azért akarják el lehetetleníteni, mert attól félnek, hogy ha újra indul, akkor eséllyel szállhat szembe a demokrata jelöltekkel, akik, hogyha most nagyon őszinték vagyunk, nem léteznek. Tehát most a körbenézünk az előző jelöltállítónál, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg Joe Biden volt a legesélyesebb, az összes többi, azok ilyen szintelen, szaktalan, súlytalan furcsa emberek, és ugye nagyon kíváncsi leszek rá, hogy most majd a következő egy évben kik lesznek alternatívaként megjelölve. Mert ha Joe Biden fogják indítani, az kb. olyan lesz, mint amikor Obamával szemben azt mondták utána a köz közvéleménykutatók, hogyha egy csimpánz indult volna, az is nyert volna, mert az emberek annyira már ki voltak akadva az ügyeken, hogy tök mindegy volt nekik, hogy kicsoda, csak ne Obama legyen. És ugye Hillary Clinton megint csak nem volt túlságosan jól jelölt, bár lehet, hogy megint elindul, meg Bernie Sanders, Elizabeth Warren, szóval azért ott vannak a nyugdíjasok továbbra is, de fiatalok közül Beto O'Rourke vagy a Buttigieg, Hát sajnálom, de nem nagyon látom azt, hogy nagyon örülne neki bárki Amerikában, hogyha ilyen elnöke lenne az országnak. Mert lehet, hogy fiatal, de azért a Kennedy karizmája az hiányzik belőlük. Mindegyikből egyáltalán nem találunk bennük semmi olyat, ami vonzóvá tehetné őket, programszinten sem. Szóval azt értjük, hogy Trump ne induljon újra, mert Trumpnak azért van egy csomó jó lépése, ami egyébként használható lenne egy kampányban. De most már azt is el kell kerülni, hogy Joe Biden újra induljon, ami miatt az FBI ellene fordult, és lehet, hogy nem fogják impicselni, mert az ugye Nixon óta nem sikerült senkinek már elnököt eltávolítani ezzel a módszerrel. Ugye Clintont azt lehetett volna, de, de azt meg nem szavazták meg. Tehát ugye a demokrata irányú képviselőház és szenátus az úgy döntött, hogy inkább nem indítanak ellene eljárást a Monika Lewinsky ügy miatt. De ugye Biden ellen lehet, hogy pontosan azért kell majd eljárást indítani, hogy véletlenül se juthasson vissza az elnökségbe, teljesen lehetetlenül jön el, és akkor lehet, hogy van igazság a Földön, mert lehet, hogy akkor tényleg bezárják. Hunter biden is végre, a rengeteg üzelme miatt, ami ugye már szint, mi Magyarországon tudjuk, hogy miket csinál, és érdekes módon az FBI nem nagyon indul be ettől a sok információtól, hogy valami lépést tegyen. Innentől kezdve, aki azt hiszi, hogy az FBI ez egy független szervezet, az amerikaiak védelmére jött létre, meg azért van, hogy terrorelhárító terror funkciókat lásson el, meg titkosszolgálati funkciókat, Hát az a helyzet, hogy nekem egyre inkább az a véleményem, hogy az FBI, ez a Demokrata pártnak a saját kis fiók szervezete az államaparátuson belül, és semmi más nem csinál, csak a Demokrata párt vezetésnek, meg ennek a nagyon szűk, szélsőséges pénzmagnak, tehát ennek az óriási globalista pénzközpontnak az érdekeit segíti elő. És az FBI vezetők is úgy kerülnek oda, valószínűleg ezzel is, aztán egyet kell, hogy értsen ez a pénzközpont, és hát nem egy amerikai elnök lett aztán végül FBI vezetőből, tehát hogyha csak hoover nézzük például a 60-as években, az FBI vezetője volt. És ő pedig, ha nagyon megkapargatjuk a felszínt, Hoover például megpróbálta elhitetni a közvéleménnyel, hogy Martin Luther King az egy kommunista, és hogy azért nem szabad a négereknek jogot adni arra, hogy ott üljenek a buszon, ahol akarnak, meg abba a WC-be menjenek be, ahova akarnak, mert hogy Martin Luther King az egy kommunista. Ha innen nézzük, akkor az FBI az soha nem volt pártsemleges, csak úgy nézett ki, de hát cselekedetek, meg, a, meg az egyebek azok egyértelműen mutatják, hogy nem az volt. Hát nagyon remélem, hogy sikerült egy kicsit megint gondolkodásra bírnom önöket. Holnap jövök újra a nap hírével, regisztráljanak a Deep Stage Klubra, egyébként pedig vigyázzanak magukra, és legyen nagyon szép napjuk a viszonthallásra.